Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Rejtett kincsek, jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás ikerlángok számára. Kedves ikerlángok, üdvözöllek téged. Először megtekintjük a kártyákat ennél a jóslásnál, utána áttérek az asztrológia területére, és bepillantunk a titkokba. Ott fent bal oldalon ez a kép utal a jelenlegi helyzetedre. Itt szerelemről van szó, rólad és az ikerlángodról. Mivel itt egymáshoz tekintetek, és ott vannak a kelyhek is, amik érzelmekre mutatnak, ez a szerelem nem egy oldalú, hanem ez azt jelenti, ő is szeret téged. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a második kártya arra utal, hogy látnak mások téged. Ez a fiatal férfi mutatja ezt neked, és ez jelenti a tűz elemét. De ez a fiatal férfi még kicsit olyan bizonytalan. Először meg kell ismerkednie a tűz elemével, ami utal a bátorságra, a lelkesedésre. Én ezt úgy mondanám neked, hogy akik ismernek téged, úgy gondolják, hogy korábban olyan visszahúzódó voltál, nem mertél nemet mondani, nem védted meg magad, és jelenleg bátor vagy, és kimondod a véleményedet, és megvan nálad most ez az erő, ez az akarat, tehát változtak nálad a körülmények, vagy te változtál meg, és mások ezt figyelembe veszik. Most megtekintjük a következő kártyát. Ez a harmadik kártya utal a gondolataidra. Te szeretnéd kezedbe venni a dolgokat. Azt akarod elérni, hogy előre menjenek az események. Erre utal a fehér ló. De a fekete ló visszatekint a múltba, és ez fékezi az eseményeket. Az lehet, hogy kivált nálad bizonytalanságokat, félelmeket, és nem tudod, hogyan tovább, vagy szeretnéd azt, ha ő irányítaná a dolgokat. Ez a kép utalhat mozgásra, sportra, autóra, vagy utazásokra is. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ott fent jobb oldalon utal az érzelmeidre. Az érméknél értékekről van szó. Utal anyagiakra is, meg a munkára is, de mutatja a belső értékeket is. Te értékes vagy, de nem figyelsz oda erre. Ezt úgy tudom elmagyarázni, hogy ott van előtted ez a feldíszített karácsonyfa. Így szoktam ezt mondani. És ezek az arany érmék, ezek másokra utalnak. Azokra a személyekre, akik ott vannak a környezetedben. És te mindig odafigyelsz másokra, és úgy gondolod, hogy ők mindent jól csinálnak, ők nagyon értékesek, és te bizonytalan vagy. De hol van a te értéked? Ott van előtted, a lábad előtt, le kellene hajolni, felvenni, és ezt megnézni, oda tekinteni erre. Légy magabiztos, légy biztos a saját tudásoddal, az értékeiddel, azt is vedd figyelembe, hogy mit tudsz másoknak nyújtani, mert jön ez a hála, ez az elismerés, ezt te megkapod. Nem kell összehasonlítani magadat másokkal. És azt is tudnod kell,
hogy mindenki hibázik. És az a fontos, amit ez a kártya számodra itt közöl, légy a saját értékeiddel tisztában. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a torony ott bal oldalon utal a titkokra, és erre oda kellene figyelni. Néha fontos az, hogy valamit magunk mögött hagyjunk, hogy kilépjünk ebből a toronyból, ami gyakran fogva tart bennünket. Ez lehet a felszabadulás, és ezáltal egy új kezdet. Erre utal ez a torony. Lehet, hogy most úgy összeomlik minden körülötted, de ez ahhoz vezet, hogy ezáltal van jövőd, lesz egy új kezdet. Miért fontos ez? Ezt mutatja a következő kártya. Ne félj ezektől a változásoktól, mert ez most számodra fontos. Tedd át magad a bizonytalanságokon, a félelmeken. Ez az őr angyal segít neked. Itt lesz egy jövő. Ezek változások, ez most megtörténik nálad, de egy szép jövő áll előtted. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya itt jobb oldalon egy lelki üzenet, amit a te lelked suttog neked. Itt látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett. Utal a könnyűségre, az ötletekre, az intelligenciára, a kommunikációra, és a kezében van ez a kard, és az azt jelenti, hogy elvágja a félelmeket, és fontos döntéseket hoz. A lelked azt súgja neked, hogy te vagy ez a királynő. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a szélső kártya itt jobb oldalon mutatja azt, amire oda kellene figyelned. Itt az érmékről van szó. Az utalhat anyagiakra, utalhat a munkádra is, de ennek szimbolikus jelentése is van, és jelenti a te értékeidet, a te belső értékeidet. Úgy látható ezen a kártyán, mintha te lennél itt ez a diák, és mások figyelgetnek téged, hogy mindent jól csinálsz-e vagy sem, az is lehet, hogy kritizálnak téged. De ha megtekintjük jól ezt a kártyát, akkor észrevesszük azt, hogy ez a diák egy művész. És én azt mondanám ennél a kártyánál, hogy mindent jobban csinál, mint azok, akik figyelik őt. Számodra azt jelenti, hogy előfordulhat az, hogy mások kritizálnak téged, vagy figyelgetnek, hogy mit csinálsz, hogy mindent jól csinálsz-e vagy sem, és ez azt váltja ki nálad, hogy te úgy gondolod, hogy mások jobbak, mint te, és emiatt bizonytalan vagy. Nem kell odafigyelni, hanem légy tisztában a saját értékeiddel, és legyen meg ez a magabiztos fellépésed. A kártya ugyanazt mutatja, mint az a hölgy ott felül. Vedd fel ezt az arany érmét, hajolj le, vedd a kezedbe, és akkor tudod, hogy mennyire értékes vagy. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya itt lent bal oldalon utal a szerelmi életed területére. Itt lesz egy változás. Én ezt a kártyát nem is úgy közölném, hogy ez rád vonatkozik,
hanem ez a lelki társadra vonatkozik. Ő elbúcsúzik valakitől, vagy valamitől, lezárja a múltat, úton van feléd, visszatér hozzád, és itt lesz köztetek egy új kezdet, ugyanúgy, ahogy a felső kártya itt bal oldalon szintén erre utal. Mert ő a lelki társad. És hogyan tovább? Ezt mutatja a következő kártya. Ez a szerelmes pár itt ezen a képen mutatja a jövődet. A jövőtöket, egy boldog párkapcsolatot. Miért? Mert ő a lelki társad. Most megtekintjük a következő kártyát, ami utal a munkádra, utal az anyagiakra, ami ezt az életterületet illeti, itt vannak nálad igazságtalanságok. Lehet, hogy valaki kihasznál téged anyagilag, vagy megpróbál kihasználni téged. Azt is jelentheti, hogy sokat dolgozol, és keveset fizetnek ezért. Itt tulajdonképpen anyagiakról van szó, de néha jelenthet mást is, ha valaki rabolja az idődet, vagy az energiádat. Ügyelj az anyagiakra, és tartsd meg a belső egyensúlyt, és tudj nemet mondani. Védd magad. A következő kártya utal a jövődre. Ez a kártya utal az egész világra. Ez lehet internet kapcsolat is. De utal az érzelmeidre. Amikor olyan boldog vagy, hogy a legszívesebben átölelnéd az egész világot. Amit ez a kártya még jelent, utazások, külföldi kapcsolatok. Az lehet egy közös utazás a szerelmeddel. Ha megtekinted ezt a képet, akkor megvan ez a kisugárzás. És ez az energiameződ, az aurád. És ez nagyon szép. Itt van ez a belső tisztaság, mert ez, ami itt kisugárzódik, és ez a vonzalom köztetek. Amit ez a kártya még jelent, a négy évszakot. Tavaszt, nyarat, őszt és telet, és a négy évszak az egy évet jelent. Tehát egy éven belül rendeződnek a dolgaid. És most áttérek az asztrológia területére. Itt látható a horoszkópod az indiai számítás szerint. Abban a pillanatban, amikor, ahol te megszülettél, a nyilas jegyekelt fel a keleti határon, az indiai számítás szerint ez az aszcendentusod, kihat a külsődre, itt mindig van mozgás, és kihat a személyiségedre is. Ami számodra fontos, hogy mindig legyen egy cél, és ezt ne add fel. Itt ezen a horoszkópon a nyilas jegye, az aszcendentusod alul van, bal oldalon, lent az alsó kockában, és itt nincs bolygó. E felett a kocka felett, tehát a második alulról tekintve mutatja a második életházat, ahol anyagiakról és értékekről van szó. Itt van nálad a hold, itt van nálad Merkur bolygó és Mars bolygó is. A hold utal az érzelmeidre, Merkur bolygónál vannak kapcsolatok, cselekvések, kommunikáció, és itt van nálad Mars bolygó, ami utal az erődre, de a lelki társadra is. Itt értékekről van szó, és vedd azt figyelembe, amit a kártya is mutatott, hogy légy tisztában a saját értékeiddel, és ha valaki megpróbál téged kihasználni,
vagy nem értékel téged, akkor védd magadat ezzel a Mars bolygóval, itt meg tudod védeni magadat. Ami érdekes, hogy itt a bak jegyében mozog ez évben Szaturnusz bolygó, és az a sors bolygója, itt lesznek sorsdöntő változások, azon kívül itt mozog Plutó bolygó, utal a belső erődre, arra is, hogy koncentrálj most erre az életterületre. Plutó bolygó még néhány évig itt lesz ebben a kettes életházban. Április hónapban még itt van Jupiter bolygó, az hozhat számodra szerencsét, az lehet egy nyeremény is, hiszen itt anyagiakról is szó van. Májusban elbúcsúzik Jupiter bolygó a bak jegyéből, de visszatér október és november hónapban. A következő kockában van a nap, SO, németül Sonne, és ez a víz öntő jegyét jelenti, ez utal a te énedre. Ha az életedet úgy képzeled el, mint egy színdarab, akkor a nap azt jelenti, te játszod itt a főszerepet. A vízöntő jegyénél arról van szó, hogy egy különleges személyiség vagy. A következő kockában ott felül van a halak jegye, ott van nálad Vénusz bolygó, az mutatja a nőiességedet, és Jupiter bolygó neked itt szerencsét hoz. De figyelj az érzelmekre, mert a halak jegye a víz eleméhez tartozik, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. És ebben a csillagképben két hal van, két irány. Az egyik utal a bizonytalanságokra, a félelmekre, a másik mutatja a hitet, a szeretetet, a bátorságot, az élet örömöt, és ez hoz számodra szerencsét. Jupiter bolygó itt jól érzi magát, és hoz szerencsét számodra, hiszen uralkodik a halak jegye felett, és Vénusz bolygó is szerencsét hoz, hiszen itt kiemelkedik a halak jegyében. Ez a négyes életház utal az otthonodra, meg az alapokra is, mert erre az alapra építed fel az életedet. A halak jegye mellett ott van a kos jegye, nálad itt nincs bolygó, ez az ötös életház, ami a gyermekekre utal, a gyermekkori emlékekre, de az élet örömökre is. A következő kockában van Kétú, a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, mindarra, amit átéltél a korábbi életedben. Ez a hatos életházban van. Itt vannak egészségügyi témák is, és utal a munkára. Ráhú, a felfele mozgó holdcsomó most itt mozog jövő év márciusáig, és itt aktiválja ezt az életterületet, itt lesznek munkahelyi változások. A következő kocka ott fent jobb oldalon utal az ikrek jegyére, és nálad ez a hetes életház, ami a párkapcsolatot jelenti. Itt van nálad egy visszatekintő Szaturnusz bolygó. Ez a visszatekintés utal a múltra, itt vannak kármikus témák. Szaturnusz bolygó az első életszakaszban kicsit megnehezíti a dolgokat, de a második életszakaszban segít neked, hogy itt minden kialakuljon, és ezt átéled a szerelmi élet területén. Az ő horoszkópjában az ő Mars bolygója, ami a férfiasságára utal, szintén az ikrek jegyében van. Itt van köztetek egy ilyen kármikus kapcsolat. Az ikrek jegye alatt, a második kocka felülről, itt van a rák jegye, de nálad itt nincs bolygó. Ez lenne a nyolcas életház, ami a megújulásokra utal.
Alatta van az oroszlán jegye, ez nálad a 9-es életház, ez utal külföldi kapcsolatokra, utazásokra, ez lehet egy belső út is, itt nálad nincs bolygó. És a 10-es életház ott alul van, alul jobb oldalon, itt látható egy visszatekintő Plutó bolygó. Ez a 10-es életház utal a nyilvánosságra és a hivatásodra. Itt van a szűz jegye. A szűz jegyénél van gyógyító hatás, ez lehet a hivatásod. Mellette ott látható egy visszatekintő Uránusz bolygó a mérleg jegyében. A mérleg jegye utal párkapcsolatra, és ez a visszatekintés a múltra. Uránusz bolygónál vannak mindig változások, de arra is utal, hogy ez a kapcsolat különleges. Más, mint ahogy mások ezt átélik. Ez nálad a 11-es életházban van, ami a reményeknek a háza. És a következő kockában vannak a rejtett titkok, mert ez a 12-es életház. Ez nálad a Szkorpión jegyében van, itt van Neptun bolygó, az uttal a művészetekre, tehát a te inspirációdra is, és ezt kellene élned, mert ez nálad, mint egy álom, és egy álom megvalósulhat, ez lenne számodra egy kiút, egy új lehetőség, amire Rahu utal. Rahu ez a felfele mozgó hold csomó, egy kármikus csomó, és megvilágít egy életterületet, amit te nem ismersz. Ez évben, jövő év márciusáig itt mozog a Szkorpión jegyében Kétó, a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, itt tükröződik számodra valami. És most átérek az ő horoszkópjára. Itt látható a szerelmet horoszkópja. Itt nem tudjuk megnézni a házakat, az életterületeket, mert nem tudjuk azt, hogy ő hány órakor született. Viszont láthatók a bolygók, hogy melyik bolygó, hol található melyik jegyben. A te horoszkópodban a nap a vízöntő jegyében található, az ő horoszkópjában a nap szintén a vízöntő jegyében van, tehát itt megvan nálatok az egyhang, hasonlóak vagytok. Ez kihat a ti énetekre, a fellépésetekre. A te horoszkópodban a hold, ami az érzelmekre utal, a bak jegyében van, nála a hold a vízöntő jegyében. Ez utalhat arra, hogy ő egy új hold napon született. Persze ehhez kellene az időpont, mert a hold elég gyorsan mozog. A te holdad a bak jegyében és az ő holdja a vízöntő jegyében egymás mellett van. Ez olyan, mint egy jó szomszédság, megvan a közelség, megvan ez a bizalom köztetek. Vénusz bolygó utal a nőiességre, kihat a szerelmi élet területére, az ő horoszkópjában mutatja az ő elvárásait. Mindkettőtöknél Vénusz bolygó a halak jegyében van, így megvan az egyhang. Mars bolygó utal a mi erőnkre, ez nálunk hölgyeknél is megvan, mert ezzel kell védeni magunkat, bebizonyítani magunkat az életben, de Mars bolygó mutatja a lelki társunkat is, mert ez egy férfias energia. A te horoszkópodban Mars bolygó a bak jegyében van, nála pedig az ikrek jegyében.
ami számodra fontos itt a föld eleme. Te befekteted az erődet arra, hogy a terveidet megvalósítsd, vannak céljaid, és te ezt nem adod fel. Nála érezhető ez a könnyűség, de itt van köztetek egy kapcsolat, mert nálad az ikrek jegye a hetes életházban van, ami a párkapcsolatra utal, ott látható a sorsod bolygója, ez a visszatekintő Szaturnusz, és mivel nála Mars bolygó szintén az ikrek jegyében van, itt van köztetek ez a kapcsolat. Kedves ikerlángok, így tudtam a titkokat elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!